Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Szevasztok, köszöntök mindenkit szeretettel, ez itt ismételten a Restart, én pedig a Vendi vagyok. Informatikai segítségnyújtás fog következni az elkövetkezendő egy órában, remélem velem tartotok. Ismételten a rendszeres nézőim már itt vannak a Facebookon, facebook.com/fixhd, lehet lájkolni az oldalt és hozzászólni az itt történt dolgokhoz, illetve hát főként a műsorhoz. Ezen kívül persze Skype-on is várom a hozzászólásokat, illetve telefonon is, 44-51-349 ez a telefonszámunk, tv.fixhd pedig a Skype-os címünk, illetve neten keresztül is követhetitek az adásunkat a www.fixhd.tv-s weboldalon keresztül, ha esetleg a kábel tévéteken nem tudnátok fogni a fixet, és reméljük, hogy ez hamarosan már megváltozik egyébként, és majd fogjátok tudni fogni is, de aki nem tudja, az HD-ben egyébként a netről bármikor nézhet a műsort, sőt mobilról és okos tévéről is lehet ezt megtenni, mobilról, táblagépről az m.fixhd.tv-s címen keresztül, okos tévén keresztül pedig a smart.fixhd.tv címet kell bepötyögni a böngészőbe, hogy nézhető legyen a műsorunk, HTML5 támogatott böngésző kell hozzá. Akinek a flashes támogatás van a tévéjében, vannak olyan készülékek, amikben ez van, ők simán egyszerűen a www.fixhd.tv-s oldalon keresztül is meg tudják ezt tenni. Nos, néztétek tegnap a Gamer Zone Extra GTA 5-ös kiadását? Szerintem egy jó kis adás sikeredett itten belőle. Hát nézettségi rekordokat döntöttünk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk ám magunkra is, meg természetesen rátok is, hogy ennyien néztétek a műsort és osztottátok a posztot, hiszen ugye sorsoltunk is, a játékot meg lehetett nyerni. Hát ezzel kapcsolatban némi kis felháborodás tört ki, legalábbis a visszajelzések alapján, hogy igazságtalannak titulálták néhányan a sorsolást, hiszen nem volt kikötve igazából a műsoron belül, hogy csak egyszer lehet megosztani a posztot. Igen, bevallom őszintén egyébként, mint a műsor egyik szerkesztője, hogy kicsit nagyobb odafigyeléssel kellett volna ezt a bizonyos játékszabályt kitalálni a sorsolás kapcsán, és figyelembe kellett volna venni azt, hogy többször is meg lehet osztani ugye egy posztot, nem pedig csak egyszer úgy, ahogy a lájkoknál lehet ugye ezt tenni, tehát ha valaki lájkolja mondjuk az adott bejegyzést, akkor azt egyszer tudja megtenni. Megosztani viszont gyakorlatilag bárhányszor lehet, és hát ugye a nyertesünket azzal gyanúsították meg itt egy páran, hogy hát ugye mivel ő sokszor osztotta meg, hogy ő sokkal nagyobb esélyekkel indult, és ha ezt más is tudta volna, akkor ők is többször osztották volna meg. Van benne némi igazság, az az igazság, de mivel nem volt ez kikötés, így a sorsolást szabályosnak tekintjük, ezzel kapcsolatban egy közlemény is olvasható egyébként az oldalunkon, de kárpótlásképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ki fogunk találni valamit, ezt én magam gondoskodom erről pedig én írtam egy rövid hozzászólást szintén a FixHD oldalán. Úgyhogy hamarosan valamivel kárpótolni fogjuk azokat a játékosokat, akik játszottak, és úgy gondolják, hogy ez nem volt túlságosan fair, hiszen részben igazuk van, részben pedig hát el kell fogadni, hogy a játék szabály ismertetésekor ez nem hangzott el, tehát ez így is szabályos volt, az egy más kérdés, hogy valóban ez nem jött túlságosan jól ki. A műsor végén ezt mi is éreztük már egyébként, hogy ez így ebben a formában nem biztos, hogy tökéletesen helytálló, de hát a műsor végén ezt most már nem variál. Hattuk meg, mert akkor meg nem lett volna igazságos a nyertessel szemben, úgyhogy ki fogunk erre találni valamit, egy kicsit türelmet kérek tőletek, ahogy ezt egyébként már a Facebookos hozzászólásomban kértem is. Valahogy jóvá tesszük ezt, jó? Ígérem nektek, hiszen fontosak vagytok nekünk, nézők, mi pedig nem szeretnénk, hogyha azt éreznétek, hogy mi igazságtalanok vagyunk veletek, semmiképpen sem szeretnénk azok lenni, úgyhogy valamivel kárpótolni fogunk benneteket, ezt ígérhetem. Jó? Lépjünk tovább,
amint lesz ezzel kapcsolatban valamilyen hír vagy újdonság, akkor ezt én mindenképpen itt a Restartban ismertetni fogom veletek, illetve a TV képernyőkön is majd, illetve a Facebookon is jelezni fogjuk felétek. Oké, maradjunk ennyiben, egyelőre mindenki higgadjon le, aki egyáltalán felhúzta magát ezen, mert azért többen elég sok visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban, viszont a műsor alapvetően nagyon pozitív visszhangokkal visszhangot kapott. Rengeteg megosztás volt, rengeteg lájkolás, rengeteg hozzászólás, és azt hiszem, hogy ebből mi is tanultunk, már olyan szinten legalábbis, hogy van igény erre a műsorra. Hát ezt mondjuk eddig is tudtuk, hogy a számítógépes játékokat nagyon sokan szeretitek, és hát nem véletlenül volt nekünk már egyébként is egy ilyen műsorunk, de a jövőben is mindenképpen fogjuk folytatni ezt a műsort, sőt, nagyon gondolkodunk azon, hogy megtartjuk ezt az élő varázsát, és lehetséges, hogy élőben fog a GamerZone ezentúl majd jelentkezni. Egyelőre október az indulási időpont, a pontos formáját, amint tudunk róla információkat, illetve amint kitaláltuk, kiagyaltuk, és megvan a pontos koncepció, akkor természetesen veletek is meg fogjuk osztani. Oké? Úgyhogy én ennyiben tudok segíteni, hogy valamit ki fogunk találni ezzel kapcsolatban, és mindenképpen arra tudom csak buzdítani a kedves nézőket, illetve benneteket, hogy ne csüggedjetek, lesznek nyereményjátékok még itt a TV történetében. Tudom, már itt a Restartban is rég volt, és kapok ezzel kapcsolatban rendszeresen kérdéseket, hogy régen sorsoltam mindenféle egérpadot, meg bögrét, meg mit volt, azt hiszem pólótól kezdve kulcstartói mindenféle kis fixes csecsebecse, hogy sőt, monitort is sorsoltunk, ugye, tehát nagyobb értékű nyeremények is voltak, hogy ilyen mikor lesz. Hát igazából ugye ez azon múlik, hát, hogy van-e valamilyen együttműködő partnerünk, aki ugye fel tud ajánlani valamiféle nyereményt. Ugye ez most ilyen hülyén hangzik, hogy én most itt tarhálni akarok bárkit is, mert nem erről szól a történet, de ha ebben tudtok segíteni, hogy ki az, aki, vagy ismertek olyan valakit, aki esetlegesen hogy úgymond megtámogatná a műsort, vagy legalábbis nyereményekkel ellátna minket, és ezáltal gyakorlatilag benneteket, akkor várjuk, hogy jelentkezzen a restart@fixhd.tv e-mail címre, lehet írni az e-mailt, de természetesen mi is dolgozunk ezen, az értékesítő csapatunk dolgozik azon, hogy legyenek nyeremények, amiket kisorsolunk közöttetek, de én azt gondolom, hogy hamarosan egyébként várható, hogy lesznek ilyen nyeremények. Na de térjünk rá a műsorra, mi történik? Nem megy a stream, nem megy? És miért nem tudok én erről, ha, Krisztián? Most már tudok, hogy elindult a műsor, mi? Megint beszélek itt a senkinek akkor gyakorlatilag. De jó. Hát akkor el kell indítani, nem? Tehát akkor nyomnom kell itt egy stoppot, meg egy play-t, amit valakinek már meg kellett tenni elvileg. Most megy a stream? Vagy én szeggeszem itt meg mindig adás közben a dolgokat. Szeretem, amikor adás közben derülnek egyébként ezek ki. Nem pedig akkor, amikor ennek ki kellene ugyebár derülnie. Hát akkor egy icipici szünetet rendelek el, jó? Amíg én ezt megcsinálom, mert hogy ezek nem kétperces dolgok sajnos, illetve hát reméljük, hogy gyorsan meg lesz, és akkor lehet nézni az adást. És akkor végre nem csak a falnak beszélek majd. Na, most esetlegesen? Most működik? Én már látom magam, úgyhogy működik. Na jó, most már akkor helyreállítottuk a netes adásunkat is, úgyhogy most már neten keresztül is lehet nézni az adásunkat ismételten. Ugye, milyen érdekes, hogy tegnap több ezres látogatottságot kibírta a szerver, most meg egyáltalán nem ment. Na jó, van ilyen néha, ilyen a számítástechnika, látjátok? Na ezért van szükség erre a műsorra, meg hát most nem nagyzolni akarok, meg nagyképű lenni, de hát rám is, hogyha ezt nekem kell megcsinálni, mert a kollégák ugye nem csinálják meg, vagy nem figyelnek oda rá, hogy ezt helyettem megcsinálják. Pedig megtudnák, igazából. De hát, kinek a reszortja ez, ha nem az enyém? Kuc-kuc. Teljesen bele fogok itt ebbe már őrülni. Kihullik az összes hajam, komolyan mondom. Egyébként kaptam egy tök jó képet valakitől a Facebook oldalamra, facebook.com/vendifix oldalra. Üzenetben kaptam, úgyhogy ezt posztban nem láthatjátok. Hol van? Ja, itt van. Szabó Zolitól kaptam. Mondom nektek. Vagy illetve mutatom is szerintem, ha meg tudom mutatni a képet. Látszik a monitorom, Krisztián, vagy azt is meg kell oldanom? Hát persze, hogy meg kell oldanom.
Jó van, csak összeállunk itt a műsor végére, nincs ezzel gond. Nézzétek el, nekünk fáradtak vagyunk, hosszú volt ez a tegnapi műsor egyébként, és gyakorlatilag még nem tértünk magunkhoz ettől a műsortól. Na, Zoli posztját hagyd mutassam már meg. Zoli kikapcsolta a tegnapi adásból ezt a képet, és egy ilyen kis buborék felhőben odaírta, hogy szerinte én mit gondolhatok, hogy már megint egy torrentes, egy elvakult almafanos per egy háttérzenés kérdés. Hát, és hogy együtt érez velem a Zoli. Hát köszönöm, Zoli. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordul meg ez a fejemben olykor egyébként valóban, hogyha esetlegesen folyamatosan ilyen jellegű hozzászólások vagy kérdések jönnek, vagy ezek a témák. És hát az az igazság, hogy ugye ezt már tegnap is mondtam meg már párszor, hogy néha előfordul az, hogy egy-egy témára nap mint nap vissza kell térnünk, mert hát ezzel kapcsolatos hírek vannak a neten, meg hát ezzel kapcsolatos kérdések is érkeznek. És akár tetszik, akár nem, az, hogy én mit gondolok, az egy dolog, nekem nem az a feladatom, hogy a gondolataimat osszam meg veletek, hanem igazából az, hogy segítsek nektek, tehát ezért ülök itt. Úgyhogy az, hogy én mit gondolok, az feltétlenül nem kell, hogy érdekeljen benneteket, de hát mindenkinek vannak olyan gondolatai néha, amikor persze vannak kellemes dolgok, meg vannak kellemetlen dolgok, akár itt a műsorban is. Például az, hogy most nem megy a streaming, ez nekem is kellemetlen, mert hosszú percek mennek el azzal, hogy én ezt helyreállítsam. Tehát ez valóban kellemetlen dolog tud akár lenni. De általában jól érzem magam itt a műsorban, hogyha ez a Zolinak ez a hozzászólása erre irányult. Egyébként igen, mert erre kérdezett rá gyakorlatilag, különben nem csinálnám. Tehát ugye nem kötelez erre senki engem, maximum a szerződésem, de az egy más kérdés. Szóval higgyétek el, hogy én szívesen vagyok itt, és szívesen segítek. Tehát ugyan megfordulnak néha ilyen gondolatok a fejemben, de ezeken én mosolygok, tehát bírom a kritikát is, tehát hogyha esetlegesen negatív hozzászólások jönnek, akkor én ezeket is figyelembe veszem és meghallgatom, és természetesen nem fikázásról szól, hanem építő jellegű egy kritika, akkor figyelembe is veszem ezeket, mint ahogy a többi kollégám is így van ezzel. Jó? Még hogyha ez nem is mindig így jön a képernyőn, de ezt már megbeszéltük párszor, mi egy ilyen közvetlen televízió vagyunk, tehát bevállaljuk ezeket a dolgokat abszolút, és beszélünk is róla, nem csak a show-t csináljuk, mint általában más televíziók, hogy persze vannak, emberek vagyunk, én is emberből vagyok, nekem is van életem, innentől kezdve van olyan, hogy jobb lábbal kelek, vagy bal lábbal kelek, ez lehet, hogy néha átjön a képernyőn, nem vagyok színész sem, hogy el tudjam játszani esetleg jó, rossz kedvem, vagy mégis jó kedvem van, úgyhogy ez lehet, hogy néha átjön a képernyőn. De én azt gondolom, hogy ennek a tévének ez a célja, illetve alapból ezért szeretitek ezt a tévét, mert milyen őszintén meg frankon meg szoktuk mondani a szinte minden műsorunkba a véleményünket egy adott témával kapcsolatban. Úgyhogy néha becsusszan ilyen is, és néha persze vannak ilyen gondolataim, és én azt gondolom, hogy ez természetes valahol. Aki meg ezen megsértődik, azzal nem tudok mit kezdeni. Kapunk hideget, meleget. Ezeket el kell viselni. Olyat úgysem tudunk csinálni, ami mindenkinek tetszik. Tehát az egyszerűen a világ nem így működik. Mindenki másképp gondolkodik, mindenki másképp reagál dolgokra. Sajnos nehéz úgy dolgokat csinálni, hogy ez mindenkinek egyformán jó legyen. Jó mutatja ezt a tegnapi ugye, Gamerzone Extra sorsolásnak a menete is. Oké. Mindkét oldalnak igaza van. Tehát akik azt mondják, hogy igazságtalan volt, az is valahol, akik azt mondják, hogy ez így rendben volt, az is, mert igazából valóban így van. Tehát a szabályokat betartva nyerte meg a kedves nyertes a nyereményét, megérdemli, ha megnyerte, hagyj vigye, tehát tőle biztos nem fogjuk elvenni a nyereményét, ergo majd valahogy kompenzáljuk azokat, akik esetlegesen úgy gondolják, hogy ez nem volt fair, mert mi úgy gondoljuk, hogy mi részünkről a nyeremény felajánlása, illetve a nyeremény felajánlója részéről is az, hogy egyáltalán sorsolunk nyereményt, az szerintem mindenképpen örömteli dolog lehet számotokra. Az, hogy valaki nem nyeri meg, vagy valaki megnyeri, és sokan meg nem nyeritek meg, hát egy nyeremény van. Ha mindenkinek tudnánk adni, higgyétek-e, adnánk mindenkinek játékot. Mert hát miért ne adnánk, ha megtehetnénk. De hát sajnos így működnek a nyereményjátékok, általában egy nyertes van. Ez esetben a nyertesünk elvitte, hogyha valaki ezt igazságtalannak érzi, akkor ezzel most így hirtelenjében nem tudunk mit kezdeni. Mint mondtam, majd kompenzáljuk valahogyan, hogy tényleg fairebb legyen a történet, ha ez valakinek ennyire szúrja a szemét. Na jó, menjünk tovább, méghozzá kanyarodjunk tényleg rá az informatikai dolgokra, hiszen vannak híreink,
És hát ma is olyan híreink vannak, amiben lesz alma, ne aggódjatok. Nem tudom kihagyni belőle, mert hát van, de igyekszem nem ezekkel kezdeni. Kezdjük a Windows-zal, jó? Nem szoktam nagyon árakról beszélni, mert egyébként sem szeretnék itt reklámozni semmit, de a 8.1-es Windows-zal kapcsolatban vannak híreink, méghozzá a nagyjából piacra kerülési árával kapcsolatban, ami egész pontosan az Egyesült Államokban 119 dolláros áron lesz elérhető, ami ugye Európában általában ugyanezt jelenti, csak euróban. Valahogy ez így működik az informatikában, ez is egy sajnálatos dolog, de erről megint csak nem mi tehetünk, ugyebár. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 35 ezer forintba fog kerülni a legolcsóbb 8.1-es Windows. A Microsoft kedden nyilvánosságra hozta, hogy ilyen módon és áron tudnak majd a felhasználók hozzájutni a Windows 8-as rendszer hamarosan megjelenő frissített változatához. Ezek szerint a korábban Windows Blue néven emlegetett Windows 3.1-es legolcsóbb kiadása az Egyesült Államokban 119 dolláros, Európában vélhetően 119 eurós, nagyjából 35 ezer forint környéki áron fog a boltokba kerülni, bár a Pro változatért már közel kétszer ennyit kell majd fizetni, ez gyakorlatilag a Windows 8 jelenlegi árával egyezik. Egyébként. Ugye arról szóltak a híresztelések, hogy olcsóbb lesz majd, tehát csökkenti egyben az árát egyébként a Microsoft a Windows 8.1-esnek, hát végül is csökkenti, mert a Pro változatét ebben az esetben nem csökkenti. Mindez természetesen csak az új felhasználók, illetve azon esetben lesz igaz, ha valaki egy új gépre telepíti a Windows 8.1-et. A korábban a Windows 8-at megvásárolók, vagy arra legálisan frissítők, ugyanis a Microsoft korábbi ígéretének megfelelően ingyenesen juthatnak majd hozzá a frissített rendszerhez, október 17-én délutántól kezdődően, vélhetően így lesz ez, tehát október 17-én jelenik ugyebár meg. Azok, akik mégis kénytelenek lesznek a 8.1-es rendszert megvásárolni, a pénzükért cserébe immár online és a boltokban is az úgynevezett teljes verziót kapják majd meg. Ez utóbbi azt jelenti, hogy szemben az eddig árult Windows 8-al a szoftver telepítése nem fogja egy korábbi Windows meglétét igényelni. Ugye ez is milyen érdekes egyébként, hogy eddig vagy magával a géppel együtt vásárolhattad meg a Windows 8-at, vagy upgrade-elni kellett egy korábbi Windows verziót, tehát olyat, hogy nulláról felinstalált Windows 8, ilyet nem nagyon lehetett. Persze lehetett készíteni ilyen változatot, ugye, ahogy a korábbi Windowsoknál is voltak erre segédprogramok, amikkel lehetett készíteni Windows telepítőt, de alapvetően ez egy upgrade rendszer volt. A 8.1-es már külön is megvásárolható, tehát teljesen szűz számítógépre is, egy általad összerakott számítógépre is föl tudod akár majd telepíteni. Ha mégis van ilyen a gépen, már hogy egy korábbi Windows, akkor azok közül már csak a Windows 7-tel fog egyébként tudni mit kezdeni a 8.1-es, tehát az XP, vagy ne adj Isten, valaki még régebbi, vagy más operációs rendszert használ, arra nem fogja tudni upgrade-elni majd a 8.1-es Windows-t, ami megint csak a Windows 8-al szemben már nem lesz telepíthető ugye az XP, vagy a Vista nevű kiadásokra, a beállítások és alkalmazások megőrzése mellett. Mert ugye föltelheted mellé, ha nem is upgrade-eled, hanem gyakorlatilag fölteszed, és a korábbi Windows ott marad, és akkor megmaradnak az adatok, viszont az új Windows nem fogja tudni ezeket az adatokat úgy használni, hogy az adott programok mondjuk felinstalálva maradnak, és az adott beállítások is megmaradnak, hanem csak a fájlokhoz tudsz majd hozzáférni, tehát mindenképpen egy program esetében például ez a program újrainstalálását fogja jelenteni. Azok a felhasználók, akik a sima Windows 8.1-jel szerelt gépet vásárolnak majd az idei év hátralévő részében, a Pro változatla plusz 100 dollár kifizetéséért cserében utólag is áttérhetnek majd, a Media Center kiegészítő csomagot pedig 10 dollárért fogja tudni letölteni a Microsoft oldaláról. Hát ilyenkor megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy azok a felháborodások is jogosak, amikor azt halljuk, hogy hát milyen drága egy operációs rendszer. Tehát gondoljunk csak bele, hogy az alapváltozat 35 ezer forint. És egyébként ez a Windows 7 esetében is így volt, sőt drágább is volt. Ugye belőle abból is a Professional, illetve ott voltak Ultimate meg Enterprise verziók, amik még drágábbak voltak. Azért 35 vagy akár, ne adj Isten, 50-60 ezer forintot kifizetni csak egy operációs rendszerért, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg nem egy olcsó dolog, magyar viszonylatban nézve, mert ugye az Egyesült Államokban 119 dollár, ha azt most így átszámoljuk, az
nem egészen 30 ezer forintról beszélgetünk, de ugye az ottani fizetésekhez mérve, ugye mert mindig ezt hozzák föl nagyon sokan indoknak, ez valóban, hát ha nem is csekély, de jóval elenyészőbb összegnek számít, mint itthon. Tehát érthető, egy drága operációs rendszerről beszélünk, azt kell, hogy mondjam. Tehát semmiképp sem mondható olcsónak. Viszont ilyenkor én, tudjátok, hogy mit tudok felhozni indokként, mert ilyenkor persze ez csomó embernél azt jelenti, amire én ugrok egyébként, hogy hát akkor majd letorrentezzük, hát nem fizetünk érte, úgyis le lehet majd szedni a netről ilyen-olyan illegális formában, mert drága, hogy nem veszem meg, inkább ellopom, ugye? Mert hát ez a hozzáállás ilyenkor. Én azt gondolom, hogy ez rossz hozzáállás, ilyenkor el kell gondolkodni azon, hogy vannak alternatív ingyenes operációs rendszerek, akár csak a Linux, ugye, amit én szoktam említeni, tehát ha valakinek nincs erre pénze, vagy akár lenne rá pénze, de úgy gondolja, hogy ez nem ér meg ennyit, szíve joga, de én azt gondolom, hogy ez nem indok arra, hogy akkor még illegálisan használjuk. Tehát akkor használjunk olyat, ami legális, használjunk Linuxot. Ugyanazt meg lehet benne csinálni, ugye? Tehát, hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy a mai Linuxok is már olyan tudással bírnak, hogy persze célszoftverek nem fognak rajta futni. Játszani nem igazán lehet rajta. De ezt be kell áldozni egy ingyenes operációs rendszerért cserébe, viszont nem is kerül semmibe. Ennyi az ezzel kapcsolatos hozzászólásom, véleményem, és tudom, hogy ezt már sokszor elmondtam, és el is fogom, ha kell, mert hát ez akkor is így van, és nem csak az én véleményem ez, hanem tetszik, nem tetszik, a törvény is bünteti azt, hogyha valaki illegálisan jut hozzá egy szoftverhez, vagy egy operációs rendszerhez, tehát lehet itt ezzel kapcsolatban is, mert én kaptam már e-maileket, hányat kapok ezzel kapcsolatban, hogy hát persze, mert én burzsúj vagyok, és én megveszem, nekem van rá pénzem, és én biztos megveszem. Először is burzsúj nem vagyok. Az, hogy van rá pénzem, meg hogy én mit veszek a pénzemből, ahhoz senkinek semmi köze nincsen. Ha én operációs rendszert veszek belőle, akkor azt veszek belőle, ha mást, akkor mást. Ugyanúgy nekem sincs semmi közöm hozzá, hogy ki mit csinál a pénzével. Egy biztos, hogy én nem követek el ilyet. Már követtem el, sajnos, nem vagyok büszke rá, meg is fizettem érte. Én már megfizettem érte. Higgyétek el, nem jó érzés, úgyhogy én csak ilyen elővigyázatosságból is mondom azt, hogy vigyázzatok, hogy ti ne kerüljetek ilyen helyzetbe. Jó? És én sem szeretnék többször, úgyhogy ez nekem tanuló pénz volt, nem is kevés. Már 10x évvel ezelőtt több mint 500 000 forintos összeg, az nem volt kevés pénz már akkor sem, úgyhogy megtanulja az ember ilyenkor azt, hogy hát igen, én is könnyen vettem ezeket a dolgokat, most is könnyen veszem, de tudom, hogy mit lehet és mit nem, és ha ez az ember tartja magát, akkor azt hiszem, hogy problémája nem lesz ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én azt gondolom, aki megteheti, és akinek megér ennyit, az úgyis meg fogja venni, aki meg nem, az úgyis letorrentez, én ismerem a hozzáállást, úgyse tudok ellene mit tenni, nekem az a kötelességem és feladatom, hogy erről azért felvilágosítsalak benneteket, hogy ez nem az, hogy nem szép dolog, de büntetendő, és nem, hogy büntetendő, de egyenesen bűncselekmény, lopás, akármennyire is kemény szavak ezek, ezt így hívják. Jó? És azért mondom direkt így egyébként, ilyen kemény szavakkal, hogy érezzétek, hogy amikor valaki letölt a netről ilyet, és így használja, de itt nem csak a szoftverekről van szó, hanem akár filmekről, zenékről, bármiről, az bizony bűncselekmény. Jó? Úgyhogy ennek tudatában tessék illegálisan beszerezni bármit is az internetről. Jó, menjünk tovább. Wi-Fi-vel kapcsolatban van egy kis infografikánk, méghozzá a PC Fórum jóvoltából, ahol is ebben a kis cikkben összehasonlítják időszakra, tehát egy ilyen idővonalra felhelyezve a Wi-Fi evolúcióját, tehát hogy honnan is indult a vezeték nélküli technológia. A vezeték nélküli hálózatok ma már szinte minden kütyűben megtalálhatók, minden telekommunikációs eszközben, inkább én ezt ennyiben kiegészíteném. Minden ember által tömegesen látogatott helyen elérhetőek, és nélkülük nehezen tudnánk elképzelni mindennapi életünket is. Kicsi túlzással, de végül is igaz. Ugyan hosszú időbe és rengeteg fejlesztésbe telt, mire idáig eljutottunk, a mai infografika ennek a folyamatát fogja bemutatni, tehát a Wi-Fi evolúciója következik, kérem szépen. Rákattintok, és megpróbálom nektek teljes képernyőn, hát mozogni fogok benne, mert elég nagy az infografika, tehát így tudom nektek végignézni. Egészen 1985-ig kell visszamennünk, amikor is az Egyesült Államok hírközlési felügyelete, ugye az FCC, az első ilyen rádió hullámot, ugye a 900, illetve a 2400, illetve az 5 GHz-es frekvenciát, hogy úgymond szabaddá
licenszmentessé, vagy nem licensz kötelessé tette. Tehát azt jelenti, hogy bárki használhatta ezeket a frekvenciákat. Ergo, hát akkor még nem wifi-re használták, mert ez a technológia, mint úgy, ez akkor még nem volt annyira jelen, de gyakorlatilag szabadon felhasználhatóvá tették ezeket a frekvenciákat. Egyébként később a világon a 900 MHz-et leszámítva, a 2,4, illetve az 5 GHz, ez mind a mai napig ebbe a kategóriába tartozik, tehát nem igényel rádióengedélyt. Azt hiszem ez a helyes szó rá, tehát nem igényel rádióengedélyt ezeknek a frekvenciáknak a használata. Még jobban belenagyítok, hogy jobban olvasható legyen. A következő ilyen fázis 1998 volt, amikor is megszületett az első ezzel kapcsolatos szabvány, amit azóta is egyébként az Electrical and Electronics Engineers szabványnak hívnak, ugye IEEE szabvány, egész pontosan ugye, ami a hálózati technológiákra vonatkozik ebből, az ugye a 802, és utána jön a 11, ami az első vezeték nélküli standard technológiának hát nem is tudom, a kód neve, vagy a száma, a hivatalos bejegyzési száma. Tehát már voltak ezzel kapcsolatos próbálkozások, tesztelgetések vezeték nélküli adatátvitel kapcsán. Az első igazi Wi-Fi azonban 1997-ben indult el, illetve az első ezzel kapcsolatos szabvány, ugye az igazi 802.11-es standard szabvány a 900 MHz-es frekvenciát használva 1997-ben került elfogadásra és szabványosításra, tehát innentől mondható az, hogy kezd szabványosodni, bár ilyenkor, ezt is itt meg is jegyzik egy ilyen kis külön post-iten, hogy nagyon sok olyan eszköz volt, ami egyébként nem kompatibilis a mai Wi-Fi-vel, tehát ez még azért nem teljesen az a szabvány, amit ma is használunk, hanem még ennek egy korábbi verziója. A következő ilyen dátum az 1999 volt, amikor is megszületett az első ma is használatban lévő olyan Wi-Fi szabvány, ugye a 11B-s verzió, ami 2 és 11 megabites sebességre volt képes, és a 2,4 GHz-es tartományban szórta már az internetet gyakorlatilag, illetve ebben a tartományban működött. Szintén ide kell datálni az úgynevezett Wi-Fi brandet, ugye, tehát magát azt a szabványt, ami alatt, onnantól kezdve a kompatibilitások miatt az összes gyártó, aki ilyen technológiában gyártott már vezeték nélküli eszközöket, ezt a szabványt követve tette, tehát gyakorlatilag már ehhez a márkához, vagy brandhez kapcsolódott, ezáltal kompatibilisé téve az eszközeit, ugye más eszközök számára is. 2000-ben megszületett a 11A-s szabvány, ami már az 54 megabites sebességre is képes volt 2000-ben, tehát 13 évvel ezelőtt már 54 megabiten lehetett internetezni, ez az 5 GHz-es frekvenciát használta, ez picikét más egyébként a mostani Wi-Fi-től, hiszen most is nagyon sokan az 54 MHz, tehát az 54 megabites változatú Wi-Fi-t használják, ugyanakkor az már a G-s hálózat egyébként, ami ezt lehetővé teszi, és azért más ez, mint az A-s változat, hiszen az A-s változat az 5 GHz-es frekvencia tartományban működött, míg ugye látjuk 2003-ban jelent meg ugye a G-s szabvány, ami manapság a legelterjedtebb. Egyébként a Wi-Fi adapterek nagy része tud A, B, G és N-es hálózatot is manapság már, tehát gyakorlatilag bármelyik Wi-Fi technológiát tudja használni, bármelyik frekvencián tud ugye a szabvány frekvenciák között működni. Jó. 2004 a következő dátum, ami szintén fontos, hiszen a PDA-k, illetve a mobiltelefonoknál megjelent az első olyan teló,
illetve többi is, az első a Hewlett-Packard iPad Pocket PC-je, ami gyakorlatilag egy PDA készülék volt. Egy korai okostelefonnak lehet gyakorlatilag nevezni, hiszen minden olyan funkcióval bírt, amit egyébként akkoriban fontos lehetett, és Wi-Fi-vel már lehetett rajta internetezni, illetve a Nokia 9500-as kommunikátor, illetve a Motorola egyik menedzser kalkulátor jellegű, vagy ugyanilyen kalkulátor, egy kommunikátor készüléke, ami már mobiltelefon és PDA keresztezése volt, tehát még inkább az okostelefon kategóriából sorolható, tehát lehetett programokat futtatni rajta, hiszen operációs rendszer futott rajta, és amellett kommunikál, tehát hogy audio, vizuális kommunikációra is alkalmas volt, na azt mondja, ezekben már kamera is volt. Aztán 2005 a következő dátum, amikor is gyakorlatilag a játékkonzolok is már Wi-Fi-vel rendelkeztek, az első játékkonzolok, illetve megjelentek az első olyan webkamerák, amik már vezeték nélkül is képesek voltak képet közvetíteni magukból. 2006 a következő dátum, amikor a D-Link behozta a 11G-s szabvány mellé a 11N-es hálózatú szabványát, ami már az 54 megabit helyett gyakorlatilag egy úgynevezett turbo üzemmódban képes volt kétszeres sebességet is elérni, tehát gyakorlatilag 108 MHz-et, vagy 108 megabites sebességre is. Természetesen ezek elvi sávszélességek, tehát sosem lehet ennyit kihozni, ugye ez a maximális, tehát ennek körülbelül a fele, ami a reális. Tehát ma is, ha egy 54 megabites routerhez kapcsolódunk, ami 54 megabites internetet szór, az általában nagyjából a fele, tehát egy ilyen 20-25-30 megabit kihozható belőle, de annál többre nem nagyon lehet nagyon használni. 2009, amikor ténylegesen a Wi-Fi N-es szabványt már olyan szintre hozták, hogy gyakorlatilag az 5 GHz-es és a 2,4 GHz-es tartományban is lehetett használni, itt már a 150 megabites sebesség is elérhető volt, ez itt nincs rajta, ezt csak én mondom hozzá plusz információként, illetve már kísérleteztek a 300-assal, szintén ugyanazzal a módszer egyébként, amivel korábban az 54 MHz, vagy 54 megabitesből ugye a turbós üzemmódba megkétszerezték a sávszélességet, ugyanezt már a Wi-Fi NS szabvány is tudta. 2010-ben már több mint 1 millió Wi-Fi hotspot volt világszerte, és például ebben nagy segítség volt, bár ez szerintem csak egy kis reklámhelye itt, hogy az egyik ilyen, nem is tudom, kávéház vagy kávézó franchise étterem, ha így lehet, hogy franchise kávézó alapból ingyenes wifi-t szort az Egyesült Államokban minden üzlethelyiségében. Oké. Okay. Itt már egyébként 2010 környékén ott tartottunk, hogy az N-es hálózaton képesek voltak már akár a kombinált sávszélességeket még tovább duplázni, illetve triplázni, sőt, talán még négyszerezni, ötszörözni is, hiszen már 900 megabites sávszélességet is át lehetett vinni vezeték nélküli hálózaton. 2012-ben megszületett a 11AC nevezetű szabvány, ami már az 1,7 GHz-es, illetve 1,7 gigabites átvitelt is képes volt elvileg magából kihozni, és ez az a szabvány, amin keresztül már tesztelés során 6,9 gigabites sávszélességet is sikerült elérni. Ez nagyon durva egyébként, hogy rádióhullámon ilyen sávszélességek léteznek egyébként. És hát gyakorlatilag ez az a szabvány, ami mind a mai napig folytatódik, és ebből próbálják a legtöbbet kihozni, ennek is van már az 5 GHz-es, a 2,4-es tartomány. Ugye állandóan ezeket a frekvenciákat használják, mert ezek mind a mai napig, ugye amiről beszéltünk, 1985-ben ezeket szabadították föl ezekre az eszközökre, illetve erre a technológiára, azóta is ezeket a frekvenciákat használják ezekre a célokra. És hát a végén van itt még egy kis infografika azzal kapcsolatban,
hogy milyen eszközöket tudunk wifire kötni. Hát egy pár darab van itt egyelőre, ugye TV, számítógép, asztali számítógép, MP3 lejátszó, konzolok, de van, hogy még kávéfőző is, tehát egy kávéfőzővel jelölik, de gyakorlatilag háztartási eszközök, hiszen manapság már egy hűtőben is van wifi, és értesít róla a hűtőd, képzeld el, én ilyet is láttam már egy bevásárló központban, hogy a hűtőd folyamatos kapcsolatban az okostelefonoddal, és meg tudod nézni az okostelefonon keresztül, sőt nem, hogy meg tudod nézni, be tudod állítani a hűtőnek a hőfokát például, vagy hogyha te betettél mondjuk egy a mélyhűtőbe egy csirkét, és te azt leszeretnéd olvasztani, hogy mire hazaérsz, szeretnél csinálni egy, nem tudom, egy csirkepörköltet, akkor be tudod kapcsolni a leolvasztás funkciót a telefonodról. Elképesztő, hol tart a világ, nem? Úgyhogy, és hát ugye ami pluszban, hogy a közlekedési eszközökön is most már elérhető a wifi, tehát most már ám már repülőgépeken, vonatokon, autóbuszokon, tömegközlekedési eszközökön is lehet használni a wifit, és hát egy kis jövőkép, ami azt mutatja, hogy talán nem sokára eljutunk odáig, hogy az ember is tud majd wifin keresztül kommunikálni, hiszen különböző bio nem is tudom, hogy hívják ezeket, tehát beépítik a bőröd alá gyakorlatilag. Hát ez mondjuk egy kicsit érdekes, ez már tényleg nagyon future, de akár ez is lehet a jövő. És egy-két információ azzal kapcsolatban, hogy mely eszközök milyen százalékban használnak internetet. 2011-es az adat. A mobiltelefonok 83%-a tud már wifire kapcsolódni, ebbe beleszámítanak az okostelefonok is, illetve a, vagy azok nem számítanak be, de azok is szerintem beleszámítanak, igen, tehát az okostelefonok, illetve a hagyományos mobiltelefonok, a laptopok 56%-a lóg wifin, MP3 lejátszók 44%-a, e-readerök, illetve táblagépek 8, illetve 12%-át, 2011-es az adat, úgyhogy ilyenkor még nem volt annyira elterjedve a táblagép, ezért ilyen kicsi valószínűleg a százalékos arány. Tehát ez azt jelenti, hogy a világ megosztását tekintve hányan, tehát milyen százalékban vannak ezek az eszközök jelen egy-egy wifi hálózaton. Egyébként napjainkban szintén, ez 2013-as adat már viszont, ez azt jelenti, hogy napjainkban 10 milliárd vezeték nélküli eszköz használja az internetet a 7 milliárd emberből, tehát 7 milliárd emberből. Gyakorlatilag 10 milliárd wireless eszköz jut rá. Ez azt jelenti, hogy ha most nagyon átlagolunk, persze, ha most nem veszik figyelembe az elmaradott országokat, akkor ez azt jelenti, hogy 1,43 eszköz jut egy emberre. Ami valószínűleg egy kicsit több, hiszen vannak olyanok, akiknek nincs egyáltalán semmilyen kommunikációs eszközük, de ha ezzel a számmal is számoljuk is 1,43 ilyen eszköz jut, hát mindenki nézen körül otthon kicsit a háztartásba, hogy ki milyen eszközzel kapcsolódik a wifihez, hát okostelefon, táblagép, laptop, asztali számítógép, TV, akár a hűtőszekrény, ugye ezekről is beszéltünk, tehát akkor ott már nagyon sok eszközről beszélünk. Állítólagosan ez az adat 2020-ra úgy fog alakulni, hogy 30 milliárd eszköz lesz már wifire csatolva, 8 millióan leszünk valószínűleg addigra, tehát 8 millió emberhez mérten 30 milliárd, vagy 8 milliárd emberhez képest 30 milliárd eszköz lesz, tehát ott 3,75 darab eszköz fog majd jutni ezzel a statisztikával számolva. Egy emberre ennyi eszköz, hát valószínűleg több, tehát ugye itt már arról van szó, hogy több eszköz fog csatlakozni vezeték nélküli módon az internetre. Na, akit érdekel ez a kis wifi evolúciós infografika, a PC Fórum erre vonatkozó cikkében megtalálja ezt a képet, amit én is itt mutogattam nektek. Nézzük a Facebookot, van-e hozzászólás? Akár ezzel, akár teljesen más dolgokkal kapcsolatban. Boat írt itt nekünk. Azt mondja, Boat, várjál, mert te itt valamihez írod már, tehát valamit itt hozzá szóltál, amihez kitettél egy képet, és én most nem teljesen értem, hogy ez mire vonatkozik. Az első diplomaták hamarosan érkeznek hozzánk itt. UFO-król beszélgetünk? A Restartban? Hát ez nem az a műsor, ez inkább enigmás téma egy kicsikét. Bár tény, hogy én is olvasgattam ezzel kapcsolatban mostanában.
érdekes, tudományosnak mondható cikkeket. Én egy picit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, kicsit olyan ember vagyok, kicsit materiálisabb vagy materiálisabb ember vagyok. Én hiszem, ha látom elven, hiszek az UFO-kban. Az elmélet, illetve a játszadozás a gondolatokkal az bennem is megvan, szeretem a skifit, de nem gondolnám, hogy hinnék az UFO-kban ilyen szinten, bár nagyon sokan viszont hisznek, és hát ezzel kapcsolatban posztoltál itt egy fotót, ami arra vonatkozik, hogy jön valami üstökös felénk, ami állítólag nem is üstökös, hanem egy űrhajó, és ezen érkeznek majd meg azok a diplomaták, akik a földön kívüli delegáció, úgyhogy majd megint le lesz zárva a város, ezek szerint, vagy a világ, ugye? És hogy ugye ezzel kapcsolatban van itt, hogy azért tetted ki, hogy mindenki lássa, hogy mennyire félre tudnak minket vezetni a mai képtusolás, homályosítási technikával, csak azért tudják ezeket az űrhajókat üstökösként hazudni, mert homályosítva egy hétköznapi üstökösnek néznek ide, a kép élesen egy három tagú űrhajó együttest mutat, honnan lehet sejteni, hogy nem csupán égi testek, az bizony nem csak sodródnak az űrben, de irányt is váltanak néha, ilyen egyetlen egy üstökös vagy meteor sem képes, hát ebben maximálisan igazad van, ha ez tényleg így van, és nem pedig csak a világot félrevezetik megint valami tudományos cikk kapcsán, hallottunk már ilyesmiről, ugyebár. Tehát az internet ennek nagyon jó kis táptalaja, hogy hogyan vezessük félre az embereket, és nagyon sok mostanában az ezzel kapcsolatos cikk megint csak, de UFO-t még érdekes módon senki nem látott, ugye? Vagy sokan láttak, tehát több millióan láttak már állítólagosan UFO-t, de mindenki ugye azt magyarázza, hogy hát őt vagy elrabolták, vagy csak találkozás, ugye különböző típusú találkozások vannak, van a nulladik, nem, van az első típusú találkozás, azt hiszem, amikor valaki lát egy UFO-t, a második, amikor talán már kommunikál is vele valami úton módon, a harmadik, amikor el is rabolják, ugye? Valahogy így van, nem tudom pontosan már, hogy pontosan hogy van, de valahogy így. Én azt gondolom, hogy miért nem jöttek akkor még ide az UFO-k, ha most így beszélünk róluk, miért nem fogtak kezet a miniszterelnökkel, miért nem folytattak diplomáciai tárgyalásokat, tényleg, ha egyáltalán ez a céljuk, és nem leigázni akarnak minket, mert ugye ezt se tudjuk. Tehát, ha egy intelligensebb fajról beszélünk, és mi nekik csak olyanok vagyunk, mint nekünk az állatok mondjuk, akkor uralkodni fognak rajtunk, nem? Bár mondom, ez enigma téma, vagy gumiszóva téma, úgyhogy most ebben ne nagyon menjünk bele. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan fenntartással tessék ezeket a híreket kezelni egyébként, mint ahogy én szoktam mondani az IT hírekkel kapcsolatban. Nagyon sok az interneten a szemét, úgyhogy vigyázzunk arra, hogy mit hiszünk el, meg mit nem. Ezeknek a jól hangzó, nem is tudom, milyen egyetemek, meg kutatók, meg laboratóriumok is persze. Tehát igen, ennyi laboratórium, meg brit kutató lenne a Földön, ahány híre erről szól, hát gyakorlatilag a fél világ már brit kutató lenne. Na jó, Horváth Laci, szia Mendi, légy szíves, beszélj arról, hogy hogyan lehet a wifi vevőt, hol lehet venni wifi vevőt, mert nem értem, a telómba benne van, de ha az asztali gépre akarok vevőt, azt hova kell csatlakoztatni, vagy intelligens tévére ugyanaz jó, magyarul, ha veszek egy ilyen kütyüt, az bármelyik eszköz kezeli? Rakjunk picit rendet. Laci, általában az okos tévékbe nem minden wifi adapter jó. Általában a gyártó ezt bekorlátozza a saját eszközeire, tehát csak az a vevő fog menni a tévébe, amit kimondottan hozzá vásárolsz. Ez sajnos így van, tehát nincs ilyen univerzális, nem engedik. Hát fizikailag ugyanúgy USB, lehet kapni ugye USB-s ilyen kis icipici wifi stickeket. Ha megtalad a táskámat és az első zsebét kinyitod, ott találsz is benne egyet, Krisztián, vagy ha idehozod, akkor kiszedem belőle. És akkor megmutatom a nézőknek, hogy milyen kicsi kis wifi adapterek is léteznek, egyébként sokféle van, mert lehet kártyás megoldás is, ugye asztali gépbe be lehet tenni, kilóg egy antenna belőle, az egyébként jobb teljesítményű, mert hiszen nagyobb az antennája, de vannak ilyen kis pici USB-s kütyük is, amiket laptopra, vagy hát elvileg ugye a tévébe is be tudnád dugni, de mondom, nem fog vele működni, mert általában a gyártó bekorlátozza, hogy csak és kizárólag az ő jóval drágábban megkapható eszközeit tudja csak hozzá kötni, mert hát nekik abban nincs biznisz, ha bármit hozzá lehet ugyebár kötni. Úgyhogy ezt tudod így, mindenképpen ilyesmit kell vásárolnod. Ami a tévében van, pillanat, azt hiszem, hogy itt lapul a kütyű, valahol, éppen van né. Hát ekkora, kis tabletta. Tehát ez a hangus, akkor meg is ettem a wifi-t. Tehát gyakorlatilag ennyi a kis wifi adapter.
Bedugod a laptopba, és akkor vezeték nélküli hálózatot csinál neked. Persze én mondom, nagyobbak is léteznek, mind USB-sbe, mind ugye kártyás módba, ugye asztali gépbe kártyát is lehet tenni, de akár USB-n is hozzá lehet csatlakozni, laptopnál meg hát ilyet célszerű, ha nincs benne alapból, de hát ugye általában van benne. Telókba szokott lenni, ugye már, tehát wifi vevőt, akkor gondolom, hogy itt ilyesmire gondolsz, hát valami ilyesmit kell vásárolni, de mondom, ha a tévéhez akarod használni, akkor olyat kell venni, ami kompatibilis a tévéddel, tehát azt a tévé gyártójának az oldalán kell körülnézni. Általában azok egyébként PC-vel is kompatibilisek, tehát ha veszel egy olyat, valószínűleg jó drága egyébként. Néztem, az én tévém, ez 12.000 forintba kerül. És egyébként egy ugyanekkora kütyűről beszélünk, csak más a márkája. Most nem mondanám be ennek a márkáját, hál' Istennek nem is látszik, de egy ugyanilyen kütyűről beszélünk, amit be kell dugni a tévébe, és onnan kezdve a tévé is wifi-s. Oké? De ugyanazt kihúzod és bedugod a bármilyen eszközbe, akkor onnantól kezdve működik. De ezt hiába dugom be a tévébe, én is ebben a hitben voltam egyébként, hogy ugyan már mi venném meg a sejtjét, hát csak megy már, ez egy ilyen általános, direkt megnéztem a chipsetet, hát sok chipgyártó nincsen, aki wifi adaptert gyárt, ugye általában Ralink, meg Realtek, meg ilyenek vannak, amik, tehát egy néhány gyártó van, aki ilyen tunereket gyárt gyakorlatilag. Direkt megnéztem, hogy olyat vegyek, ami azért eléggé kompatibilis, vagy ráadásul a tévém is egy olyan szabvány, tehát van olyan, ami ugyanazt a chipkészletet gyárt, és nem megy vele. Pedig ez ugyanolyan. Tehát ugyanilyen a tévémnek a központi chipje is, illetve az abban lévő, vagy az ahhoz kapott wifi adapterben is ugyanaz az eszköz van, mint ebben gyakorlatilag, mégsem megy vele, tehát valahogy beazonosítja, hogy ez mégsem jó hozzá. Ez van, úgyhogy ha tévédbe is ezt akarod használni, akkor olyat kell venni, amit adnak a tévédhez, ha nincs beépítve alapból. Oké, na jó, megyünk tovább. Bakos Laci, hiba, 3.1-et mondtál 8.1 helyett, előfordul, néha benne vagyok a gondolataimban, és lehet, hogy hülyeséget beszélek, nyugodtan javítsatok ki. Valószínűleg nem a Windows 3.1-ről beszéltem egyébként, jó? Tehát, hogy azért szerintem érthető volt, elnézést kérek. Aztán menjünk tovább. Attila egy oldalt ajánlít nekem, egy sportoldalt az e-sport hazai elismertségének növelése érdekében. Nem nagyon szeretünk itt reklámozni, bár a sport az egy nagyon nemes cél, tehát ha már reklámozni kell, akkor inkább ilyesmit reklámoz az ember. Nem fogom törölni a posztot, de nem vagyunk ám reklámoldal, Attila, jó? Bőven elég, hogy vagyis hát valamit valamiért. De nagyon szívesen lájkoltatunk itt ezen az oldalon, vagy a saját oldalunkon más oldalakat, de akkor minket is tessék lájkolni. Jó? Aztán Mark, hello Wendy, van egy számítógép, amire rá van kötve a tévére DVI HDMI kábellel. Telepítettünk rá Xubuntu 13.04-est, és minden rendesen működik, csak nincs hang. Szerinted mi lett a gond? Még soha nem használtunk Linuxot. Köszi, jó a műsor. Hát több gond is lehet, az egyik, vagy elsődleges gond az szerintem az, hogy DVI-on nem minden esetben megy át a hang, hiába alakította azt át HDMI-re. Az az egyik gond. Tehát a HDMI to HDMI, tehát ha csak közvetlenül HDMI kábele van átkötve, ott általában van hang. Ha már ilyen átalakított módszerekkel megy, ugye a DVI-on nem minden esetben jön ki hang. Van olyan DVI forma, amiben kijön, de nem minden esetben jellemző, úgyhogy valószínűleg ez lesz itt a probléma, hogy vagy az átalakító, vagy Linux alatt nem tudom mennyire van ez lekezelve, illetve föltettétek az úgynevezett zárt meghajtókat, ugyanis ott is fel kell tenni, ha mondjuk ATI vagy Nvidia kártyáról beszélünk, ugye a megfelelő gyorsító drivereket, ezeket zárt meghajtó drivereknek hívják a Linux alatt, ugyanis akkor válik lehetővé egyáltalán ugyanaz, ami a Windows alatt is, ugye, hogyha felteszi az ember a gyorsító drivert, hogy egyáltalán a HDMI audio eszköz, mint hang kijátszó eszköz megjelenik egyáltalán az operációs rendszer számára, és csak akkor lehet rábírni az oprendszert, hogy azon keresztül küldje ki a hangot. Úgyhogy azt mindenképpen fel kell hozzátenni, de mondom, gyanítom, hogy itt a DVI kábellel lesz gond, illetve a DVI HDMI átalakítás miatt nem megy ez.
Jó, illetve még azt nézd meg, mert lehet, hogy föltette hozzá, meg ilyenek, csak lehet, hogy ott az alapbeállításként a hangkártya szerepe, lehet, hogy át kéne állítani a hangkijáratot arra, ha egyáltalán látszik az eszköz. Oké. Jó. Tessék nyugodtan még írni nekünk, még van egy pár percünk. Akkor én mondok addig is egy-két jó hír azoknak, akik YouTube videókat mobilról szoktak nézni, ugyanis net kapcsolat nélkül is nézhetőek lesznek hamarosan a YouTube videók mobilról. A Google a hírek szerint hamarosan egy olyan új fejlesztést tervez bevezetni a YouTube mobil alkalmazásában, amely lehetővé fogja tenni a felhasználók számára, hogy azok netelérés hiányában is megtekinthessenek egy-egy videót a megosztó szájtról. Hogy hogyan is képzelik ezt el pontosan, arról néhány szóban. Az újítás segíthet a felhasználók számára mobil számlájuk csökkentésében, miközben nem kell majd lemondaniuk a videók megnézésének lehetőségéről, például az utazás közben. A működési technológiai részletei egyelőre nem ismertek, mert nekem lennének feltételezéseim, de itt is megosztanak velünk egy feltételezést, de a feltételezések szerint az app az offline videó megtekintést úgy fogja lehetővé tenni, hogy például Wi-Fi kapcsolaton át előre letölti a felhasználót érdeklő videókat, aki ezeket utána egy bizonyos ideig mobiljáról vagy táblagépéről lejátszva is meg tudja majd nézni. A megtekintendő videókat a felhasználó vélhetően kézzel válogathatja majd össze, bár logikusnak tűnne az általa állandó jelleggel követett csatornák új anyagainak letöltése is. Az újítás a hírek szerint novembertől kezd majd megjelenni a YouTube natív klienseiben, először az androidos készülékeken, majd később az iOS-eken is elérhető lesz. Igen, én is erre tippeltem, tehát hogy amikor vannak ugyanis olyan videók, vagy ha bemész a YouTube csatornádra, és természetesen be vagy jelentkezve rá, tehát nem csak ilyen anonim módon böngészgetsz videókat, akkor be tudod jelölni egy-egy videónál, hogy tehát hozzá tudod adni különböző csoportokhoz. Megnézendő videók, kedvelések, STB. Tehát a megnézendő videókhoz például hozzáteszed, akkor logikus lehet az, hogy például amikor Wi-Fi-n van a telefonok, akkor ezeket a megnézendő videókat, ezeket mondjuk automatikusan letölti a telóra, és akkor offline módon is lehet böngészni, illetve a kedvenceket is, vagy amiket rendszeresen szoktál hallgatni, azokat általában úgyis kedvencekbe teszi az ember, akkor a kedvenceket is letölti, és innentől kezdve, hogyha nincs net, akkor is a mobilról offline módon lehet hallgatni, illetve nézni ezeket a videókat. Szerintem ez egy jó dolog, nem? Már csak azért is, mert képzeld el, otthon vagy, érzékelő, hogy wifi-n vagy, szépen ezeket, amíg te a telód pihen, vagy éppen töltődik, amíg te alszol, ezeket szépen lerántja a telóra. Persze ez kell némi háttértár, tehát ugye, tehát hogyha mondjuk nincs hely az SD kártyám, vagy ilyenek, akkor valószínűleg nem fogja tudni letölteni, tehát majd azért itt nagyobb háttértár szükségeltetik a telóba, hogy azért ezeket a videókat, pláne hogyha jó minőségű videókról beszélünk, akkor azért le tudja tölteni, és legyen hova letölteni. Akkor szépen letölt, és akkor mondjuk reggel, amikor mész a munkába, vagy suliba, vagy bárhova, vagy ne agyisten utazol valahova, akkor offline módon is meg lehet nézni ezeket a videókat, és nem az adatforgalmat használja mondjuk hozzá, hanem a már előzetesen letöltött videókból nézed ilyenkor az adott YouTube videót. Jó ötlet, abszolút jó ötlet. Úgyhogy novembertől elvileg elérhető lesz. Aztán hát nem tudom már, hogy felmerjem-e igazából olvasni. Már csak azért is, mert műsor vége is van, tehát nem csak a merés itt a történet, de tudom, hogy úgyis megkapom már megint a dolgokat, de nem én mondom ezeket, jó? Én csak ilyenkor így nem is tudom, hogy mosolyogjak, sírjak, vagy mit csináljak, de hát elmondom, mert hír. Nem nagyon kell az embereknek az új iPhone. Sem az 5S, sem pedig a C. Minden jele arra mutat, hogy kezd lecsengő ágba szállni az Apple termékek, de különösen a világ legkommerszebb telefonjai, az iPhone körüli hype-ok. Az almás cég által múlt héten bemutatott modellek iránt ugyanis a korábbinál csak jóval szerényebb érdeklődés mutatkozik, mind a vásárlók, mind pedig a forgalmazók részéről. Ugye? Hát ez várható volt egyébként, ezt már mondtam egy ideje, hogy minden bum lecseng egyszer, nem olyan érdekes már. Hát semmi olyan újdonság nincs benne, ami miatt az ember a korábbi telóját leváltaná, mert egy új lenyomat leolvasom miatt, tehát persze jó, nagyon sok új funkció van benne, ami már úgy új funkció, hogy
azért szépítgették, csinosítgatták, gyorsították, stb. Stb. De azért ez nem elegendő indok ehhez. Meg hát az embereknek nincs pénzük. Tehát most minden évben vegyen új telót, azért az nem mindenki engedheti meg magának. Nem csak nálunk, de külföldön sincs sok értelme. Tényleg csak a fanatikusok teszik ezt meg. Pontos adatok arról, hogy mennyivel is kisebb az érdeklődés egyelőre nem ismertenk, de ironikus módon pont ez, ami a kereslet jelentős csökkenéséről tanúskodik. Az Apple ugyanis az iPhone-ok történetében először egyelőre nem hajlandó elárulni, hogy hány példányban is kapott előrendelést a frissen bemutatott iPhone 5S, illetve 5C modellekre, amik számai vélhetően jelentősen elmaradnak elődei hasonló mutatóitól. Ezen kívül egyre másra futnak be a hírek arról is, hogy maguk a mobil szolgáltatók is borzasztóan alacsony készleteket spájzoltak csak be az új iPhone 5-ösökből. Ez utóbbi szintén annak a jele, hogy a várakozások szerint a rajongók ezúttal nem fogják a korábban megszokotthoz hasonló hordákban megrohanni az üzleteket, hogy lecseréljék jelenlegi készülékeiket az éppen csak kicsit ráncfelvart újabb modellekre. Utóbbiak forgalmazás egyébként hivatalosan ezen a héten, pénteken kezdődik majd meg, így az első hivatalos adatok, hogy tényleg hogyan is fogynak a készülékek, ha talán nem is az Apple-től, de a szolgáltatóktól a jövő héten várhatók. Aztán az is lehet, hogy tök jól fogynak, csak valaki ezt a cikket így megírta, nem tudjuk, minden esetre én ezt olvastam, beolvastam, mindenféle hátsó szándék nélkül tettem ezt, jó? Csak úgy jutam, hogy nekem mindig mosakodnom kell. Bárányszor följön az alma, mint téma, akik erre nagyon ugranak, azoktól megkapol a gyanúsítgatást, én mindig lehúzom, és én ez engem annyira bosszant valahol, hogy nem tudok elmenni szó nélkül mellette, sajnos. Jó? Úgyhogy nem ez a lényeg, tehát ne ezt tessék rám tutymálni, hogy én ezt csinálom, nem csinálom ezt. Ezek a hírek, én tényeket közlök itt ebben a műsorban általában, meg néha véleményemet is persze, de azt meg úgyis ismeritek. No jól van, hát ennyi volt már a Restart, köszönöm szépen a figyelmet. A holnapi nap folyamán kérdéses, hogy lesz-e Restart, ugyanis nekem külföldre kell utaznom, tehát nem elég, hogy elutazom, de még külföldre is. És ugyan elvileg visszaérek, de gyakorlatban ez nem 100%-osan biztos, úgyhogy hát vagy ismétlést láttok holnap, vagy ha visszaérek, akkor lesz élő Restart, úgyhogy ez majd az adás előtti pillanatokban fog kiderülni, illetve még azt is megmerem kockáztatni, hogy ha nem én, akkor lehet, hogy a Marci vár majd benneteket, ezt kitaláljuk, csak itt ennek technikai akadálya is lehet, hogy lesznek, hiszen viszek magammal egy kis technikát is, tehát ha elviszem a technikát, nem lehet adást csinálni, ugye? Tehát most beavattalak megint benneteket egy kis kulisszatitokba, de ne aggódjatok, ha más nem, pénteken mindenképpen találkozunk, ráadásul extrával, de mondom, tehát elképzelhető, hogy holnap is lesz Restart, ha nem, akkor sorry, ha igen, akkor pedig holnap is találkozunk. Köszönöm a figyelmet, szép napot nektek, sziasztok! Együttműködő partnerünk Acer.